Szép estét kívánok mindenkinek! Tegnap ismét ülésezett a Gyöngyösi képviselőtestület, amelyen beszámolókról is szó esett, így most ezeket vesszük sorba, illetve számos olyan történés is volt, amiről beszélgetünk Hisz György polgármester úrral, aki itt van mellettem. Köszöntöm is, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert polgármester úr, szerintem kezdjük azzal, ami hát elég hosszadalmas vitát váltott ki, és nagyon megoszlottak a vélemények, méghozzá a rendőrségi beszámoló, ami a 2023-as évet tekinti egy Gyöngyösön. Én nem emlékszem arra, hogy a képviselőtestület valaha is úgy döntött volna, hogy nem fogadja el a beszámolót, most viszont nem fogadták el. 5 igen, 6 tartózkodás, vagy 6 nem és 3 tartózkodás mellett talán. Mi volt az elsődleges oka, amiért úgy döntöttek, hogy most nem fogadják el ezt a beszámolót? Ugye ez egy figyelmeztetés, mert ha valaki végigkövette a vitát, akkor az látta, hogy alapvetően nem a gyöngyösi rendőrkapitánnyal, nem általában a gyöngyösi rendőrök munkájával, mert tiszteljük, becsüljük, tehát azért fenntartják a rendet, rengeteg eredmény van, hanem az volt a jelzésnek az oka, hogy most már idestova 2 éve vagy 3 éve a helyi Fidesz elkezdett egy hosszú kampányt, ahol Magyarország számos településéhez hasonlóan rendet kell tenni. Nincs közbiztonság, stb. És ez annyira, hogy mondjam, túllőtt a célon, és ehhez a rendőrségnek, az irányítóknak egy szavuk nem volt 3 év alatt. Mi ezt szerettük volna jelezni, hogy elismerjük a munkájukat, együtt dolgozunk, közös járőszolgált van, támogatjuk őket pénzzel, támogatjuk minden kérésüket, teljesítettük, amikor lakáshoz kell juttatni fiatal rendőrt, tehát nem volt olyan kérés, amit nem teljesítettünk, tehát még egyszer aláhúzom, nem elsődlegesen az ő munkájuk, hanem egy olyan politikai légkörbe, amikor egy ellenzéki várost, és ilyen Miskolc, ilyen Szeged, ilyen az Erzsébetváros, egy csomó dolgot település fel lehet sorolni, ugyanez a Fidesz szlogen, rendet, illetve van még egy, hogy változás, illetve többet érdemel. Tehát ez, nagy fantázia kell hozzá, hogy ez központi kiadott, lehet csesztetni. Én azt várnám el, ha a partnerszámba vesz minket a rendőrség, hogy legalább pár jó szava legyen a város mellett, hogy igenis elhangzott szóba most, de ez a nagy kommunikációban nem jön le. Tehát magunkra maradtunk. Mi vagyunk a felelősek, az összes problémái Gyöngyösön, stb. Stb. Pedig azt gondolom, hogy a törvény is azt mondja, hogy elsősorban a rendőrség feladata, a közterületfelügyelet segít. Eljutottunk addig, hogy most a lakos, ha valami segítség kell, akkor nem a rendőrséget hívja, hanem a közterületfelügyeletet. Nem jó, mert a rendőrségi a feladat. Mi tudunk neki segíteni. Erőn felül áldozunk, 250 millió körüli összeget szánunk a közbiztonságra. 82 kamera. 11 rendszámfelismerő kamera. 182 kamera. 182, bocsánat, köszönöm. Trafiboxokat fogunk kihelyezni, tehát még a közlekedés. Mi vásároltunk pár évvel ezelőtt a 2010-es években a trafiboxot, átadtuk a rendőrségnek. Csak van egy csomó olyan dolog, amit valahol azt gondolom, hogy egy ellenzéki város joggal várja el, partnerként, hogy igen, álljanak mellénk. Tudom, hogy a rendőrségnek nehéz dolga van, mert ha a kormánypártot picit megkritizálja, vagy ellentmond neki, vagy azt mondja, hogy nem igaz, mert ezzel gyakorlatilag a rendőrség is magára húzta azt, hogyha igaza van a Fidesznek, akkor a rendőrségnek, a gyöngyösi rendőrségnek a munkája az nulla, az elégtelen. Tehát ha nincs közbiztonság, akkor az nem a mi felelősségünk, feladatunk, az a rendőrségé. Tehát itt legalább annyit meg kell érezni egy év alatt, 2 év alatt, 3 év alatt, 4 év alatt, hogy azért ez nem ennyire egyszerű. Erre persze én is, meg mindenki azt mondja, hogy nem rózsás a helyzet. Magyarország minden településén sajnos van egy elszegényedés, van egy lecsúszás, van egy nagy kábítószer használat, nagyon sok ember, főleg az elszegényedő rétegből, romák, nem romák, hozzányúltak a kábszer. Ez óriási a fertőzöttség. De Magyarország minden településen. Hál' Istennek a megyei kapitányhelyettes úr kijelentette, hogy Gyöngyös közbiztonsága nem rossz, nem rosszabb, mint más település. Tegnap jelent meg az országos médiákban, hogy Magyarország a világon, vagy Európában, most nem tudom pontosan, 18. legbiztonságosabb ország, akkor Fidesz majd biztos merítés, hogy kivéve Gyöngyös. A Magyarországon nem igaz. Persze annak, akit kiraboltak, akinek ma épp betörtek a lakásába, képviselő úr lakását, időközben még ültünk, megpróbálták feltörni a Mátrai úton,
annak lehet mondani, hogy rózsás a helyzet, ő azt mondja, hogy nem. Meg az a fiatal szülő, aki félti a gyerekét. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem csodálatos a helyzet, hanem azt mondjuk, hogy óriási erőfeszítéseket teszünk erőn felül, és a rendőrség is tisztessége becsülete dolgozik. Persze vannak problémák, mert a statisztikai növekedett a bűnelkövetések száma, növekedett a kábítószer használat, de ezt egyet egyben a város vezetőinek a nyakába varni, meg az ellenzéki többség nyakába varni, ez ennyi szóval csúsztatás. Úgyhogy még egyszer mondom, ez egy jelzés volt. De hamarosan leülünk. Kapitányúról, megyei kapitányúról átérték a helyzetet, hogy mi következett ez be. Én őszintén elmondom nekik ezeket az okokat. Ennek mi lehet egyébként az eredménye, vagy végkifejlete, hogy nem fogadták el a rendőrségi beszámolót, akár rendőrségi szinten? Meg ugye hallottuk azt is, hogy Gyöngyösen ugyan nem tudjuk szám szerint, hogy hány rendőr hiányzik. Nagyjából ki lehet számolni, hogy 30x, ha a megyei adatokat vesszük. És rendőrkapitány úr is elmondta, hogy nem igazán jelentkeznek fiatalok rendőri szolgálatra. És voltak olyan javaslatok is, hogy mi lenne, ha a város akár több lakást biztosítana nekik, ezzel vonzóvá lehetne tenni a várost ezzel kapcsolatban? Persze, ez egy jó, olvastam a Fidesz programjába, de mondtam itt képviselőasszonynak, hogy hát te a lakási bizottság tagja vagy. Te pontosan tudod, hogy ahány lakást kér a rendőrség, annyit kap. Tehát többet nem tudunk adni, mint amit kér, tehát többet nem tudunk teljesíteni. Differenciál, tehát ha leülünk beszélgetni, akkor én el fogom mondani, hogy kevés a rendőr. Tehát 30-valány rendőr hiányzik Gyöngyösen. Ez most vagy publikus, vagy nem. Most a helyzet olyan, hogy én nem hallgatok róla, 30-valány rendőr hiányzik. Ezt nem Gyöngyös városának, nem a megyei kapitányságnak kell biztosítani, hanem ezt a belügyminisztériumnak. Nem jönnek Gyöngyösre, nem csak Gyöngyösre nem jönnek, ez általában munkaerőpiaci helyzet olyan. Bár a fizetéseket emelték, de nem egy vonzó pálya. Csak egy szélsőséget mondok, amikor meghirdették a határvadász alakulatokat, akkor bruttó 170 ezer forintos fizetést kínáltak meg. Hát ez nagy karrier. Aki kimegy a határra, akár éles, hogy mondjam, lőfegyvereket is használnak. Nem normális dolog. Rossz a munkabeosztás. Tehát magyarul, aki Gyöngyösről elmegy, az sok esetben elmegy a fővárosba rendőrként. Más a munkaidőbeosztása, több a szabadideje, magasabb a fizetése. Másik véglet, aki elmegy rendőrként leszerel, mert mondjuk bedőlt a lakáshitele, és elmegy három műszakba szalag mellé dolgozni, és keres másfélszer annyit, mint rendőr, aztán két év múlva vissza akar jönni, akkor van egy parancs, hogy nem lehet visszavenni. Buta dolog. Tehát ilyen merev szabályokat nem lehetne alkalmazni. És ugye volt az ominózus vasárnapi riport, azért az felvet kérdéseket, hogy egy önmagáltal is kábítószernek meg szerhatását levő, vagy látszólag szerhatását levő embert, hogyan gethet el a rendőrség egy intézkedés közben, úgy, hogy nem viszik el, mert ha beül a kocsiba, ki tudja, hogy okoz-e balesetet, hogy lehet hivatkozni rendőrre, hogy lehet elengedni. Ezt nekik kell tisztázni, ott bejelentették, hogy folyik a vizsgálat ebbe az ügybe, de ezek a nem normális dolgok. De egy sor dologban kifejezetten jó harmadik az együttműködés. Folytatjuk ezt a közös járőszolgálatot, sok millió forintot fizetünk rá, folytatjuk a lakás biztosítását a ide dolgozni jövő rendőröknek, fiataloknak. Tehát a mi részünkről van egy nyitottság, itt az kéne, amiben kevésbé bízok, hogy a rendőrség egy picit, hogy mondjam, abba nyitottabb lesz, hogy nem viseli ő se el, hogyha egy olyan városvezetést, aki, ahogy fogalmaztam, hogy talán lehet, hogy többet adunk, mint a megye összes települések közbiztonságra, hogy legalább egy pár jó szót szóljon és mondja el, hogy nem igazok azok a lakosság, akkor csak a lakosságot célozza meg, hogy a lakosság nyugodjon meg, sokkal jobb a helyzet, nem ilyen a helyzet, mit áldoz az önkormányzat közbiztonságra. Tehát ebbe valami partnerséget, ha nem, akkor folytatódik a munka, legfeljebb kevésbé mosolygunk egymásra.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak az eredménye, amit ön is említett, és a rendőrkapitány úr is megerősített. Nagyon sok témánk van még, erről órákig lehetne azt gondolom beszélni, viszont van egy nagyon fontos és nagyon jó hír. A testületülésen is szó volt, hogy megnyerte Gyöngyös az Interreg pályázatot a szlovák várossal egyetemben, méghozzá több mint 700 millió forintot talán, amihez plusz önerőt is kell biztosítani az önkormányzatnak, mert hogy a Püspöki út 23 melletti épületet is megvásárolják. Tehát akkor ez elmondható, hogy megnyert pályázat, indulhat a projekt? Így van, múlt héten kaptunk egy értesítést, amiben leírták, hogy Gyöngyös és Kassa közös pályázata az nyert, 2 millió 128 ezer eurót, az Gyöngyös esetében 1 millió 700 ezer euró, a különbözet az Kassáé. Ugye a szlovák szabály az, hogy ott 8% önerőt kell fizetni a pályázónak, 12%-ot a szlovák állam áll, Magyarországon pedig elvileg 100%-ot áll az állam, nekünk nem kell önerőt biztosítani. Ha kell, akkor körülbelül 5%-ot, de a pályázati nyeremény összege, ez egyezik azokkal a számokkal, amit mi tudunk, és a fő pályázathoz kapcsolódtak, tehát ebbe nincs önerőjelzés. Többlet pénzt ahhoz kellett juttatni, hogy a Püspöki út melletti ingatlant, a 21-es számot is megvegyük, hiszen az a két telek biztosít egy olyan szolgáltatási centrumot, ahol elsősorban fiataloknak, turistáknak, szállótól kezdve, akár kemping, lakókocsis, lakóautós kemping, olyan szabadidős kert, ahol nyári programok, szabadtéri színpad, játszótér, nagyon sok minden bent magába a kúria épületébe, pedig a Püspöki 23 nagyon szép épület, ott pedig az egész udvar le lenne fedve, úgy, mint a Mátra Múzeumnak a U-alakú épület teljesen be lenne fedve. Rengeteg olyan program, ami a mai kornak megfelelő, a fiatalok, hogy mondjam, érdeklődését több szintű szolgáltatásokkal, programokkal, zenei programokkal, e-sportok bevezetésével, tehát lehet sorolni, összes olyan modern dolgot szeretnénk ebbe bevinni, és azért pályáztunk együtt Kassával, mert mintha két ikerpályázat lett volna összebeszélés nélkül, és a Interreges hatóság hozott össze minket, mert jó kapcsolatunk van az Interreges hatóság, hogy ti is ugyanazt, Kassa is ugyanazt akarja, nem lépnétek konzorciumra, és hát szerencsénk volt, és jó pályázat. Kiemeltem, hogy a Várostérségfejlesztő Kft. Lénártnyi Anikóék és egy építéscsapat, a megye volt főépítésze, nagyon nagy grémmel, nagyon gyorsan, nagyon jó pályázati anyagot meg tervet állítottak össze. Reméljük, hogy a megvalósítás is szép lesz. Mikor indulhat? Hát attól függ, hogy mikor írjuk alá a szerződést, tehát most megkaptuk a határozatot, majd a támogatói szerződést kell aláírni. Elfogadták Gyöngyös város sportkoncepcióját is, ami a következő 5 évre szól, és hát ez is jövőben mutató, ugyanis a versenysport mellett nagyon épít a tömegsportra is ezúttal. Melyek azok a főbb pontok, amik egy teljesen új irányt vennének akár a sport tudatosság tekintetében, ami mondjuk a tömegeket szólítja meg, illetve a fiatalokat? Többfajta újdonság is van benne. Szeretnénk jobban társadalmasítani a döntést, tehát létrehozzuk azt a sporttanácsot, ami valamikor volt, aztán átment ilyen városi sportfórumba, de igazán a funkcióját nem töltötte, mert most próbálunk olyan sportszakembereket felkérni, akik nem egyesülethez kötöttek, hogy ilyen lobby tevékenység legyen a szakmai döntéshozás helyett, hanem olyan köztisztelőbe álló sportvezetőket, létesítményvezetőket, sportbizottságot, városvezetés, több testnevelő tanárt, aki gyakorló testnevelő tanár, de nem kötődik egyesülethez. Velük szeretnénk elindítani egy ilyen sportszakmai véleményezést, tanácsadást, aztán teljesen megváltozik a finanszírozási rendszere, bár az idei még átmeneti lesz, hiszen létrehoztunk egy 79 milliós alapot, ebből 5 milliót levettünk az első döntéssel a óvodáknak, bölcsödéknek, és a többi pici kivételével csak pályázaton útján lehet, tehát megszűnik ez az automatikusan kapok pénzt, mert én nagy egyesület vagyok, és nekem jár, nem jár, mindenkinek pályázni kell. Aztán abba is lesz egy nagy változás, de ez majd, ez idő kérdése. Van egy 2000
11-es, azt hiszem, kormányhatározat, ami három kategóriába állami támogatáshoz juttatná azokat a városokat, ahol az egyesületek összeállnak. Nem azt jelenti, hogy megszűnik az egyesület, fuzionálnak, hanem ilyen konzorciális formában összejönnének, és van, ahol 5 szakosztály kell, mit tudom én, 5-6-700 részvevővel, versenyzővel, igazolt versenyzővel, a legmagasabb kategória az 1000 fő, de itt lehet 20-tól 200 millióig, 3-400 milliót és ettől több pénzt is kapni. Érdemes lenne ezt végig gondolni. Volt már Gyöngyösen egy nagy egyesület, jó gazdálkodva annak idején még a 80-as évek végéig talán a rendszerváltásig kitartott. Végig kéne gondolni, mert a plusz pénzt tudnák bevonni. Ezzel mondjuk azt a sok-sok 10 millió forintot, amit erre költünk, azt lehet, hogy pont a tömegsport, a diáksport, a gyermeksport irányába lehetne elvinni. Aztán még lesz egy, ami már megint csak volt valamikor, de leszoktunk róla, de most feltétele sok mindennek. Nem csak azt közöljük majd a sportegyesületeknél egy pályázatnál, hogy mennyi készpénzt nyertél, hanem milyen létesítményeket használsz, és ez mennyibe kerül. Tehát mondom a vízisportokat, mert ugye a legdrágább a úszoda üzemeltetése. Vízisportoknál nevesíteni fogjuk, hogy igaz, hogy te csak ennyi millió forintot kapsz, de az úszoda fenntartása mondjuk 200 millió forint, felébe ti használjátok, tehát a 100 milliót is az úszósportra fordítjuk. Ugyanígy, aki a sportcsarnokot használja, ugyanígy, aki a berze tornacsarnokot használja, ugyanígy, aki a szabadtéri pályákat. Tehát elindíthat valamit, és van egy hangsúly eltolódás a tömegsport felé. Ugye gyakran kijelentjük, hogy át nem költünk rá, csak hirtelen összeszámoltuk, hogy tavaly átadtunk 2 új vadonatúj pályát, az 50 millió forint. Átadtuk a pumpapályát, az 37 millió forint. Előtte a kerékpárutat, az 120 millió forint. Most átadtuk az aktív házat, ami nagyrészt tömegsport, az hát ha kimondottan szűken az 300 valahány millió, összesen az majd 700 millió forint. Tehát költünk bőven a tömegsportra, csak vannak új sportágok, mondjuk kerékpársport, természetjárás, lakossági, szabadidős. Így van, így van, így van. Tehát ebbe az irányba el kell mozdulni. Ugye pont Vég Attila kérdezte meg, hogy szabad-e leköszönő testmenetek koncepciót alakotni. Egyrészt muszáj volt, mert megcsúsztunk, tavalyról áthoztuk a döntést mostanra, és hát egy testületnek bármikor joga van felülvizsgálni, mert a körülmények mások, mert más összetételű nem ért egyet, de szerintem ez egy elfogadható javaslat, és hogyha bejön a sporttanács, az meg szakmailag is fog tudni rajta korrigálni, ha szükséges. És ha már sport, akkor szintén önerőt biztosít. Korábban beszéltünk az egyöltöző felújításról, és most egy műfűves pályához nyújt önerőt az önkormányzat. Erre miért van most szükség, hiszen a városnak már van egy műfűves pályája? Hát ez a műfűves pálya 10 éves, 11 éves, gyakorlatilag a műfű bármilyen gondos kezelés, és hozzáteszem, hogy gondos kezelés, minden évben jön az MLS ellenőrizni, és a sportfólió mindig kiváló minősítést kap, hogy gondozza a pályát. De egyszerűen elhasználódik a fű, lelapul, csökken a vastagsága, kikapik belőle az a granulátum, illetve ez a granulátum most általános európai tendencia, hogy leváltják egy más típusú anyagra, ami a műfű közé bemegy, vagy parafaőrlemény, vagy kvarchomokra, a guminál van valami egészségügyi probléma, amiről többször cikkeztek, úgyhogy ha hozzányúlunk ehhez, tehát a régi pályának a teljes burkolatának a cseréje, új ilyen granulátum kerül be, illetve kerítés, világítás, tehát mindennek a átalakítása, és ide 19 millió önerőt szavaztunk meg, összes beruházás az 190 milliós. Ez addig használható lesz egyébként, vagy addig semmi? Tehát, hogy persze, tehát most is nagyon jó karban van tartva, csak egyszerűen van egy idő, épp példaként felhoztam, hogy a főiskola kispályásokat által használt labdarúgó pályát, az már aztán simaság volt, mert úgy lekapott a műfű, hogy nem is tudta az ember, hogy ez műfű, úgy nézett ki, mint egy szőnyeg. Na, ez az már balesetfélszélyes, a miénk ez még, de már itt is foltokba kikopik, foltokba nem lehet javítgatni, tehát az MLS-nek új megyei vezetése van, jó kapcsolatokkal rendelkezünk. Szerencsénk volt, hogy valaki nem vett igénybe a pályázatot, így Vigaszágon be tudtunk csúszni, és remélhetőleg ez a beruházás is elindul.
Lejárt a műsoridőnk, de mindig kimaradnak a kitüntetettek, úgyhogy mindenképpen ejtsünk szót arról, hogy azért egy fontos kitüntetés odaítélésére is szót ejtettek, méghozzá az érdemes pedagógusa. Ezúttal ki kapja ezt a díjat? Ugye három kategóriába osztunk mindig díjat, óvodapedagógusnak, általános iskolai tanároknak, illetve közép- és felsőfokú intézménybe oktatóknak. Ugye ilyen sem volt még a történetben, és most először a testület hosszú-hosszú évek óta nyilvánosan szavazott, tehát nem kértek titkos szavazást, óvodapedagógusi címre egyhangú szavazattal Benedek Szabolcs, a Petőfi úti egyesített óvoda és módszertani tanácsadó, stb. Hosszú neve van neki. Ő kapta a díjat, tényleg azt mondom, hogy talán a város egyetlen óvóbácsia, és kiváló munkát végez. A általános pedagógusoknál volt egy javaslat, és a testület ezt elfogadta, mégpedig megosztott díjat adtunk ki, mégpedig Bánkáné Berta Évának és Kovács Margitnak. Bánkáné a Felsővárosi Iskola pedagógusa, Kovács Margit pedig az egresi pedagógusa, és ugyanez történt a középiskolai területen is, ott is megosztva kapta Kuszbeltilda igazgatóasszony, a Kerinek az igazgatója, illetve Vájna Csilla, a Berzer Nagy János Gimnázium testnevelő tanára, úgyhogy ott is megosztott díjak kerültek, vagy kerülnek majd átadásra. Azt gondolom, nagyon sok olyan napirend van, amiről még lehetne beszélgetni, és hát remélem, hogy fogunk is majd valamikor. Köszönöm szépen, polgármester. Köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, Gyöngyösmával legközelebb holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.